Tartsanak velünk! A Sárospataki Rákóczi Vár Múzeumának fiatal régésze Ringer István az elmúlt időszakban több érdekes és kultúrtörténeti szempontból értékes régészeti feltárás részese lett. A pataki ágyőöntő műhelyi és a Sátoraljaújhelyi Vár kutatási munkálatai kiemelt figyelmet érdemelnek. E munkák kapcsán szeretnénk bemutatni ezt a különlegesen érdekes és szép hivatást. Mit is takar ez a szó, hogy régész? Szó összetétel pontos eredetére nincs magyarázatom. Szóval mit jelent ez? Nyilván mindenkiben él valamiféle kép régészetről, a régészek munkájáról. Kicsit talán másképpen képzelik el az emberek azt, hogy hogyan is zajlik egy régészeti feltárás, hogy mit is csinál egy régész. Mindenkinek van talán valamilyen filmbéli élménye, amire asszociál, valamiféle kalandfilm esetleg, vagy az egyiptomi piramisok, ami a legtöbb embernek talán elsőre eszébe jut a régészet szó hallatán. Valójában azért hazai viszonylatban legalábbis egy kicsit másról, mindenképpen többről van szó, pusztán kincskeresésnél, vagy ilyen kalandfilmbe illő jeleneteknél. Volt egy olyan konkrét elképzelésed, hogy erre a pályára jutván mi az, ami konkrétan téged érdekelne, mert ugye korszakolni lehet. A magyar történelem mindenképpen, azt hiszem, hogy a Kárpát-medence története vonz leginkább, ugye távoli kultúrák, Egyiptom vagy a klasszikus görög világ, római civilizáció az annyira engem nem érintett, meg a magyar történelem annál inkább, és azon belül is a középkor és a kora újkor időszaka volt, ami a leginkább vonzott. Valóban az egyetemi képzéshez már specializált volt, a korszakok szerint zajlott az oktatás. Az első éven én eldöntöttem, hogy ilyen irányú végzettséget szeretnék magamnak, és ezt is szereztem meg, tehát középkori és kora újkori régészetet végeztem el az egyetemen. Nem csak itt szűkebb körbe, hanem tágabb szakmai körbe is odafigyelést jelentett. Jelesül az ágyúöntő műhelynek a feltárása. Hogyan lehetett erre fölkészülni, erre a programra? Amikor elkezdtem ezt a munkát, akkor még nem gondoltam, hogy mibe is vágom bele a fejszémet, és nem láttam át azt, hogy ez egy mekkora volumenű munka, ez az igazság. Mindenképpen szerencsés, de talán több is ez, mint szerencse, egy bizalom, amit talán a múzeum vezetése, a Dankó Katalin személyébe belém fektetett azzal, hogy pályakezdőként egy ilyen feltárásnak az irányítását rám bízta. Ő talán sejtette, hogy ez mekkora munka, én nem most így pár év elteltével már látom, hogy ez valóban egy nagyon nagy és szerte ágazó, sok éves kutató munka ez az ásatás, amit nyilván nem is egyedül látok el, nem is tudnék egyedül ellátni. A leglényegesebb azt hangsúlyozni, hogy ez egy csapatmunkára van itt szükség, ami talán túl is mutat az intézménynek a keretein belül, hiszen nagyon sok olyan szakember, kutató, munkatárs részt vesz ebbe a feltárásba és ennek a feldolgozó részében, akik más intézményekben, egyetemen, kutatóintézményekben dolgoznak. Az én feladatom most már egyre inkább talán az, hogy koordináljam vagy összehangoljam ennek a csapatnak vagy stábnak a munkáját, és valóban talán csak több év, sok év múlva lehet majd megvonni az ítéletet, hogy ez hogyan sikerült, és ennek a munkának valóban mi az igazi eredménye, vagy mi volt az értelme. Mi segítette ezt a munkát, hiszen gondolom a forrásanyag elengedhetetlen ilyen esetben is, az ember keresi azokat a pontokat, amiben bele lehet egy kicsit kapaszkodni, és majd később a gyakorlati feltárási munka során ugye ezek beigazolódnak. Az egyik ilyen munka volt az, amit például annak idején Décsi Mihály készített, ez egy olyan segítség volt számodra, számotokra, ami elvezetett a jó irányba? Mindenképpen, nem előzmény nélkül ennek a témának a kutatása itt Sárospatakon, hiszen valóban Décsi Mihály levéltári forráskutatása volt az, ami generálta, vagy legalábbis ötletként beépítette az itteni régészeknek a tudatába ennek az ágyöntő műhelynek az ügyét. Nagyon sok mindenben segítette a régészeti feltárást ez a forrásfeltáró munka, rengeteg ponton igazolja a régészeti kutatása történeti adatokból leszűrhető megállapításokat, és hát ki is egészíti egymást a két dolog. Egy valamire azonban már most biztosan lehet következtetni, hogy a Décsi Mihály Rákóczi Györgykori történetét dolgozta fel ennek az ágyöntő műhelynek. A régészeti leletek némiképpen túlmutatnak ezen az időhatáron. Egyre erősebben nem az a gondolat, hogy ennek a műhelynek az utolsó fázisa az nem a Rákóczi Györgyféle időszak volt, hanem későbbiekben is használták ezt a műhelyt. Vannak olyan leletek, olyan jelenségek, amik arra mutatnak, hogy esetleg első, illetve második Rákóczi Ferenc is önthetett itt ágyút. Ez persze még nem egy kiforrott és egy kőbevéshető gondolat, de egyre inkább befelé mennek el a megfigyeléseink.
itt nem esze tőlünk folyt a Csizmadi a műhelynek a feltárása, az ott talált leletek, anyagoknak a részben érdekessége, részben pedig hát maga az, hogy egyáltalán lehetett még nyomát találni mindennek. Ez is egy megelőző feltárás volt, a vízikapu előtti terület fejlesztési terve keretében épült ugye a szabadtéri színpad és egy kiszolgáló épület, és egy rövid, másfél vagy azt hiszem két hónapig tartó megelőző feltárás volt ezen a területen. Hát mivel ez is megelőző feltárás, így nyilván vesztek el különböző információk, adatok, nehéz megmondani ennek a fokát vagy mértékét, de ebben az esetben inkább szerintem annak kell örülni, ami viszont előkerült, tehát innen kell megközelíteni a történetet. Valóban egy érdekes lelet együttes látott napvilágot, és most már több mint két év elteltével jelentős fejlemény ebben a történetben, hogy a leletanyag nagy része restaurálásra is került, az említett Csizmadia műhelyből, vagy bőrfeldolgozó műhelyből előkerült bőr leletanyag restaurálása lezárult, és a kerámia és fémanyag restaurálása is nagyjából 80%-os készültségi állapotban, tehát ez azt jelenti, hogy az anyag feldolgozásra készé fog majd rövidesen válni, és így a nagy közönség is esetleg ebből valamiféle eredményt majd láthat, akár kiállítás, akár egy publikáció formájában. Hosszú-hosszú esztendők óta vita volt ezen, vagy legalábbis a közvélemény azt gondolta, hogy hát vita van, hogy volt-e, milyen volt, van-e maradványa, egyáltalán lehet-e ezzel valamit kezdeni. Most egyre inkább megerősödni látszik, hogy a szakemberek igaza beteljesült, tehát magyarul igenis a Sátoraljőhelyi vár feltárható, vannak maradványok. Az, hogy volt a vár vagy nem, azt hiszem azért nem volt vitás, legalábbis a szakemberek körében semmiképpen. Hát ugye az emberek képzetében a vár az úgy jelenik meg, hogy vannak fizikailag megfogható, vagy szemmel érzékelhető maradvány. Az Újhelyi várnak ilyen nem volt, tehát a feltárás előtt felmenő falazata a várnak nem volt, ezért gondolhatták azt talán, hogy ez csak egy legenda, hogy ott van vár, és sokan valóban meglepődnek, amikor meghallják, hogy az Újhelyi vár ásatása zajlik itt a környéken élők közül is, hiszen a köztudatban nem nagyon volt benne az Újhelyi vár. Igen, egy nagyon-nagyon nehéz kérdés ez az egész, hogy szabad egy ilyen hatalmas feltárásba belekezdeni, aminek az ember tényleg nem látja a végét, még annyira sem, mint a ágyöntő műhelynél, hiszen egy legalább kétszer annyi időt igénybe vevő feltárás lehet ez. Én úgy gondolom, hogy egy 8-10 éves időintervallumba kell gondolkodni az Újhelyi vár esetében, és nincsen pénzügyi garancia arra, hogy ezt a munkát folyamatosan lehet csinálni. Nem is csak a feltárásra gondolok, hanem elsősorban az állag megóvásra, hiszen a feltárt falazatok azok folyamatosan pusztulnak, amin a világra kerülnek, akkor pedig semmi értelme nincsen a munkának, hogyha 2-3 év múlva leamortizálódik az, amit előásunk a föld alól. De én azt gondolom, hogy az Újhelyi önkormányzatban és a városvezetésben egy olyan erős szándék van, ami felül fog talán emelkedni ezeken a problémákon, és úgy gondolom, hogy ez tényleg nem illúzió vagy naivitás a részemről, ez az egyetlen dolog, ami miatt ezt a munkát én felmertem vállalni, és bele tudtam fogni, mert egy olyan erős szándékot érzek, amit azt hiszem, hogy meg kell becsülni ilyen formában. És hát az eddigi eredmények úgymond ezt a szándékot igazolják, a feltárás most már a harmadik évébe lép idén, és remélem, hogy a tavalyihoz hasonló eredményekkel fogjuk zárni a idei szezont is. Minden feltárást követően legyen az egy vár feltárás, legyen az egy ágyöntő műhely, akár a Csizmadia műhelynek az anyagai, ami előkerülnek, azok bekerülnek egy műhelybe, ahol most éppen folytatjuk ezt a beszélgetést, hiszen a megtalált dokumentumok, tárgyi dokumentumok egy része, gondolom, restaurálást igényelt. Restaurátor végzi a régészeti tárgyaknak a restaurálását. Régész feladata az, hogy koordinálja, irányítsa ezt a munkát, esetleg ellenőrizze is, mindenképpen összefogja a restaurátoroknak a tevékenységét. Tehát valóban a régészeti leleteknek a legfőbb jellegzetessége az, hogy töredékesen kerülnek elő a földből. A szilikátanyagokra, kerámiára, kályhegycsempére, üvegekre ez egyértelműen igaz. A fémtárgyak pedig különböző korrózióval a felületükön látnak napvilágot, amelyek beavatkozást igényelnek, és a kiállítás vagy a feldolgozás előtt mindenképpen restaurálni kell az anyagot, hiszen csak akkor alkot egy kerek egészet, mondjuk egy feldolgozható állapotot, hogyha
végigmegy a restaurátori munkafázisain a leletanyag. Ez nagyon időigényes, költségigényes folyamat, és sokszor éveken keresztül tart. Tehát a ágyöntő műhely feltárás során előkerült leletanyag restaurálás, és biztosan több évet fog majd igénybe venni, de ezt a munkát mindenképpen el kell végezni ahhoz, hogy tudományos feldolgozás lehessen ebből a ásatásból.